És én szeretném Attilát megkérni, hogy egy pár szóban mondja el az ünnepi beszédét, vagy amit gondol. Az Attiláról azt kell tudni, hogy nélküle gyakorlatilag ez a sportközpont nem jött volna létre, hiszen ő volt az egyik alapító ötlet gazdája, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Szerintem azért a Laci egy kicsit eltúlozza az én érdemeimet ebben a kérdésben. Nekem legfeljebb annyi szerepem volt ebben, mint mondjuk a tiltott szeretőnek a gyermek gondolatának a megszületésében. Ugye hát a gondolatnak a részlehozásában részt vehettem, de hát nem kellett fölnevelnem, nem kellett virasztanom az ágyán el, ha beteg volt. Úgyhogy én nagyon köszönöm azoknak, akik ezt felvállalták, és láttak fantáziát ennek a sportpark gondolatnak a megszületésében, és vállalták ennek minden rizikóját és kockázatát, hogy Törökmánynak legyen egy ilyen létesítménye. Az érdem mindenképpen az övék. Amikor ez a létesítmény teljes mértékben elkészül, akkor a városunk egy nagyon-nagyon fontos létesítménnyel fog gazdagodni. Ugye a tömegsportról, a közösségi sportról mindenféle vezetés, akár országos, akár helyi vezetés nagyon sokat szokott beszélni, de hát elég keveset tesznek, tudnak tenni érte. Valahogy mindig vannak más fontosabb dolgok, és ezért is örülök annak, hogy Törökbányton találtunk olyan embereket, mint a Dömötör Laci és a családja és a barátai, akik láttak fantáziát ebben a gondolatban, és vállalták ennek az ódiumát. Ugye Márai Sándor mondta, hogy az életnek a nagy vállalkozásai, azok legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok, és hát ennek a pár évnek, ami itt a megvalósítási idáig eltelt, tapasztalatai alapján azt is mondhatom, hogy nem csak türelemjáték, de az idegrendszer állóképességének is egy nagyon komoly próbája. Ugye a mai nap a sportpark létesítmény első részlegének, ugye a tenisz részlegnek az avatása, és erre jobb alkalom, vagy erre jobb mód nem is lehetett volna, mint egy kis házi versenynek a megrendezése. Örülök, hogy ilyen szép számban részt vesznek rajta. Ugye szokták mondani, hogy a sport összeköti az embereket, ugye a versengés az önbizalmat ad, a játék közötti szület pedig nagyon alkalmas, jó kis beszélgetések, pedig egymásnak a megismerésére. Én azt kívánom önöknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mind a sportolással, mind a beszélgetéssel és egymással való megismerkedéssel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos első lépésen végre túl vagyunk. A Laci a továbbiakhoz még nagyon-nagyon sok erőt, egészséget és kitartást kívánok, és hogy őrizzék meg azt a hitet, amit a hosszú évek kezdeti kutatóin keresztül is nem hagyta ezt a gondolatot elsikadni és elhalni. És amennyiben ugye ők megtalálják a számításukat ebben a vállalkozásban, akkor a város is megtalálja értelemszerűen a számítását, hiszen azt a létesítményt ők létrehozzák nekünk, amit az önkormányzat a saját elejéből nem lett volna képes megépíteni. Ugye a közösségi sport az egy kiemelten támogatandó cél, főleg szabadban szoktuk ezeket támogatni, úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik az önkormányzat válláról részben ezt a felelősséget levették. Kívánok önöknek a mai napra jó sportolást, jó beszélgetést, és hát érezzék jól magukat nem csak most, hanem a következő évtizedekben is, amíg ez a létesítmény itt működni fog. Ez lesz az első, amit kiteszünk a kis házba. Örömmel tájékoztatjuk Törökbányt lakosságát, hogy a Sportpark Head Open házi bajnoksággal megnyíltak a sportpark teniszpályái. Hogyan tudjuk ezentúl a pályákat használni? Köszönjük szépen, mi is nagyon boldogok vagyunk, hogy megnyíltak a pályák, és az első egysége a sportparknak átadásra került. Úgyhogy ezen túl reggel 7 és este 8 óra között várjuk az összes teniszkedvelőt a sportparkba. Információim szerint a nyáron tenisztábort szerveztek, mit lehet erről tudni? Igen, a jók az információk, június 18-ától egész augusztus közepéig 9 turnusban lesznek táborok, úszó tenisz, vagy tenisz-tenisz tábor, ez azt jelenti, hogy délelőtt úszás, délután tenisz, illetve akik arra hozzák a gyerekeket,
hogy csak teniszezni, azok délelőtt is, és délután is teniszre hozhatják. A Bobita ódával közösen csináljuk, hogy háromszor étkezés, itallal. Tehát gyakorlatilag kiveszük a szülők kezéből a problémát, reggel 8-kor leadhatják, 8 és 9 között van gyülekezés, délután 4 és 5 között vehetik át a gyerekeket sportolás után.